Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, jó napot kívánok! Mai adásunkban a kultúra és társadalom kapcsolatairól, nem utolsó sorban a hazafiság kultúráról fogok beszélgetni meghívottaimmal. A magyarországi Bakos Kornél tanárt a tanuláskontrollról és a villámolvasásról kérdezem, Kustán Magyari Attila fiatal újságírót pedig a hazafiság és a nacionalizmus hazai összképéről faggatom, különös tekintettel mai erdélyi valóságunkra. Ugyanebben a témakörben kérdezem Hunyadi Attila történészt is, akivel felidézzük a 48-as forradalom kulcs szavait, szabadság, egyenlőség, testvériség. Feltesszük a kérdést, vajon a három kulcs szó közül melyik érvényes manapság is. Szerkesztőtársam Szabó Csaba nevében is jó tévénézést kívánok! Március 27-én a Kolozsvári Magyar Opera újabb bemutatóval várja közönségét. Verdi egyik közkedvelt művét, a Trubadurt nézhetik meg az opera rajongók. Ebből az alkalomból az Erdélyi Figyelő és a Kolozsvári Magyar Opera egy flashmobot szervezett a város egyik bevásárlóközpontjában, ahol a járókelők és a vásárlók teljes meglepetésére az opera énekkara és Hector López tenor előadtak egy részletet az operából. Viva la
A nyelvtanulás kérdésköre örökzöld téma, már csak azért is, mert egy nyelv megtanulásának körülményei igencsak különbözőek. A következő percekben olyan lányokkal ismerkedünk meg, akik a finnugor őshazában tanultak meg magyarul, majd Magyarországon csiszolták tovább a nyelvet. A felvétel a finnugor kongresszuson készült 2012 nyarán Siófokon. Magyarul előkészítő intézetben tanultam, a Balassi Bálint intézetben, és egy évig tartott ez az tanfolyam, és akkor volt beiratkozás az egyetemre, és ott folytattam a magyar tanulmányom. Miben hasonlít Magyarország mari földre? Miben hasonlít? Hát finnugor rokonok vagyunk, hát inkább azt tudnám mondani, hogy miben különbözik. Hát mert a magyaroknak van saját állama ebben, és a Marik köztársaságban élnek Oroszország európai részén. Én 600 ezeren vagyunk most, és mondjuk. Mit tudtok rólunk, romániai magyarokról? Romániai magyarok, hát jó, én tudom azért, mert itt tanulok, és magyar szakos voltam, és ezt kellett tudnom én kisebbségekről, és de Marielben szerintem a Marik nem nagyon tudnak ilyen dolgokat, sajnos. De tudom, hogy ugyanaz a helyzet, mint nálunk ott az orosz hatalom alatt élünk, és ugyanaz a helyzet, gondolom, magyarokkal is. Kezdtem az Udmurt köztársaságban, Udmurt magyar szakon. Oda beiratkoztam, és ott kezdtem tanulni magyarul. Viszont folytattam Magyarországon, Balassi Bálint intézetben. Miben hasonlít Udmurtország és Magyarország, avagy miben hasonlítanak az udmurtok és a magyarok? Hát az elsősorban csak hogyan fogadnak a vendégeket, olyan lelkileg, hogy minden adnak bele, és az első dolog, hogy etetnek. Tehát ebben hasonlítanak az udmurtok igen, és a magyarok, igen. Hogy etetik a vendéget. Igen, a magyar családhoz és az udmurt családtól, illetve nem lehet éhen menni el. Mennyire nehéz a magyar nyelv? Nehéz, de megtanulhatom, mert vannak olyan kis apró ravaszkodások, ami segítségevel lehet megtanulni, de egyébként tényleg nehéz. De orosz még nehezebb, de magyar nehez is, viszont az attól még érdekesebb is. Mit éreztek ti Udmurtországban, amikor meglátjátok a magyar zászlót? Hát az, hogy az első dolog, ami jut eszünkbe, ez gulyás leves, és az, hogy a magyar néptánc, mert annyira sok energia van magyar néptáncban, hogy ez hihetetlen. Honnan tudsz ilyen jól magyarul? Nálunk, Szaranszban van Agarov Egyetem, ott lesz finnugor tanszék, és ott lehet tanulni finnugor nyelveket. Ez magyar, ez finn, ez is persze, hogy moksa és érzi. És én tanultam ott magyar nyelvet 5 évet. Szerintem nem annyira szépen beszélek, de tanultam. És nehéznek tűnik a magyar nyelv? Hát mindenki mondja, hogy magyar nyelv nagyon nehéz nyelv. Nekem nem. Nem annyira nehéz, mert moksa vagyok, és moksa, és magyar, ez finnugor nyelvek is hasonló van. És azért mindenki mondja, hogy nehéz-e fordítani, és mindenkinek mondja, hogy én nem fordítok itt. Én csak mondok úgy, ahogy megy.
Egy kis technikai baki után szeretettel köszöntöm és tisztelettel mai első meghívottamat, Bakos Kornél urat, aki tanár és oktatásmódszertan fejlesztő. Mi ezt a titulust adtuk önnek, nem tudom, hogy egyezik-e a véleményünk, megfelel. Vagy sem. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Itt az előző bejátszás is arról szólt, hogy a nyelvtanulás körülményei igencsak eltérőek lehetnek, éppen ezért hát nehéz vagy nehezebb egy-egy nyelv elsajátítása. Ön módszertani dolgokba próbál itt most minket bevezetni, mégpedig a gyors tanulásnak és villámolvasásnak a módszertanába. Ezt a kettőt oktatja ön. Kezdjük a villámolvasással. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Miről szól? Hát rögtön a cím nagyon érdekes. Ez egy amerikai módszer Paul Schilly találmánya. A cím picit félrevezető magyarra fordítva, mert az eredeti címe a fotóolvasás. És hogyha ezt megmagyarázom, hogy ez mit jelent, akkor rögtön a módszer lényegét is érti mindenki, mert különben a villám kifejezéshez mindenféle képzeteket kelt a fejünkben, és ez rögtön félre is viszi az emberek gondolatait. Tehát a fotóolvasás lényege, magyarul a villámolvasás módszer lényege, hogy egy speciális szemállással lehet lefotózni szövegeket, illetve bármi más, de többnyire szövegekkel dolgozik az ember. És ilyen módon juttatjuk az agyunk tudatosan eltérően működő részébe. Tehát magyarul úgy szoktuk ezt leegyszerűsíteni, hogy tudat alatti, de igazából pontosan fogalmazunk, akkor az agyunk tudatosan eltérően működő részébe kerül az információ. Mi az a bizonyos speciális, különleges szemállás, amiről ön beszél? Hát ezt meg tudom mutatni, nagyon egyszerű végülis. Ez a módszer leggeniálisabb része, de egyúttal mondhatom a legegyszerűbb része is. Tehát, hogy mindenki értse, ez ugyanaz a szemállás, mint amikor elgondolkodunk erősen, befelé figyelve, ugyanakkor nyitva a szemünk, tehát semmire nem fókuszál a két szemünk, hanem egyszerűen hát nézzünk előre. Jó szó lenne az, hogy bambulás technikailag, de tudatilag ezért nem szeretjük használni, mert valaki ezt félreért, és valóban ez egy éber állapot, de a szemállás tekintve pontosan ugyanaz, mint amikor elnézünk réveteg tekintet. Jó, tehát van előttem egy szöveg. Én erre rábambulok idézőjelesen, tehát megpróbálom nézni ezt a szöveget. Technikája van. Hogyan kell nézzek, hogy valamit lássak, és meg is értsek belőle? A négy sarkát igyekszik az ember látni egyszerre. Legegyszerűbb, hogyha messzire fókuszál, a szöveg mögé néz, vagy fölötte nézel messzire. És akkor értem, már nekem elsőre nem jön össze, ez biztos, nagyon kell bambuljak ahhoz, hogy... Ugyanis a helyzet a következő, ez az egész módszer a perifériás látásunkra épül. Aminek természetesen volt előzménye, nem akarok most belemenni a történetbe, mert az hosszú lenne, de a Lozanov-féle integratív tanulás, a Lozanov mester egy bolgár pszichiáter volt, aki hát azt felfedezendő, hogy nagyon kevés kapacitását, részét, teljesítményét használjuk ki az agyunknak. Tanulás közben hogyan lehetne nagyobb részt aktiválni? Ő a zene segítségével gondolta ezt. Ugyanis a helyzet a következő, pici korunk óta, sőt már azt is mondhatnánk, de most ebben nem megyünk részletesen, mert a születésünk előttől kezdve az agyunk logikusan működő részeit hát erősítjük folyamatosan. És ennek következménye, hogy felnőtt korunkra a nem logikusan működő részek, ahová tartozik a kreativitás, a képzelet, az intuíció, és még sorolhatnánk ilyen képességeinket, picit háttérbe szorulnak, és hát főleg a logikus része, ami működik. És hát ez a csapda tulajdonképpen a tanulás ügyileg is, a tanulásban is, mert amikor ülünk egy szöveg fölött, és ugye hagyományos módon memorizálunk, ennek a klasszikus módja a vers tanulás, mindenki találkozott életében vele, egyetemisták, főiskolások főleg ismerik ezt, ugye ami abból áll, hogy ismételgetjük, mondogatjuk, és amíg össze nem áll a fejünkbe. Csak hogy ennek a módszernek a hátránya, hogy a rövid távú memóriánkon keresztül próbáljuk az információkat a hosszú távú memóriába tuszkolni, de a rövid távú memóriánk csak 7 plusz minusz 2 egységet képes egyszerre kezelni, úgyhogy azt kell mondjuk, hogy ez egy nagyon szűk kis csatorna ahhoz, ahol egy vers kényelmesen átfér, de az egyetemisták, főiskolások, ahol 1000 oldalakról beszélünk olykor, hát ott ez már rettentő mérhetetlen energia. És ön gyakorlatilag azt mondja, hogy egy egyetemista a hallgató főiskolás diák számára vagynak meg tudja tanítani a helyes tanulási módszert? Én tudok neki mondani olyan módszereket, tudunk tanítani olyan módszereket, aminek a használata révén olyan nagy területeket tud bevonni tanulás közben, amit a hétköznapokban ritkán teszünk. És hát a villámolvasás módszer maga is a teljességében erre épül, mint egy más jó tanulási módszer, és igyekszik nagyobb agyterületeket aktiválni, főleg a logikus agyterületek mellé egyéb agyterületeket.
És hát, hogy visszakanyarodjunk az eredeti gondolathoz, a speciális számárás lévén lefotózott információkat természetesen aktiválni kell, és ezért ez egy félrevezető hirdetés, de mi nem hirdetjük így a tanfolyamainkat, hogy tudsz egy percet egy oldalt elolvasni, mert ugye ebből az olvasás szó nekünk azt jelenti, hogy betűről-betűről olvasás. Igen. Azt is feltételezzük, hogy elolvastuk betűről-betűről, azt értjük is. És akkor az a tipikus kérdés, hogy de hogyha most ezt lefotóolvasom, akkor fogom-e tudni? Pontosan ez lett volna nekem így is a van, tipikus kérdésem, hogy elolvasok. Mindenkiben ez... Madácsember tragédiája, lefotózhatom az agyammal, de azt meg is kell éreznem, és meg is kell így értenem. Van, az nem a szép irodalom olvasásra való a villámolvasás. Ott is használt tudjuk látni a fotóolvasás részének. Mert az történik igazából, hogy amikor lefotóztuk a szöveget, ez az agyunk tudatosan eltérően működő részébe kerül, ahonnan aktiválni fogjuk. És az aktiválásnak különféle módjai léteznek. Például a beszélgetés révén való aktiválás. A kézi vezérlésű aktiválás, ami általános használati mód, ezt tanuljuk a tanfolyamon, ez az elmetérképes jegyzet segítségével történik. És álmok révén is lehet aktiválni, de most ezt nem folytatom, hanem a lényeg az elmetérképes jegyzet esetén például, ez egy színes, rajzos jegyzet tulajdonképpen, hogy az információk ilyen módon rögtön a hosszú távú memóriába tudnak kerülni. Tehát hosszabb ideig tud az ember emlékezni rá. És a módszer egyik legérdekesebb része, ami a kérdést már súrolja, ugye, hogy fogom-e tudni majd, az pedig a spontán aktivációs hatások, aminek megint csak mindenki tudója, ismerője, mert amikor egyedül vagyunk, kertészkedünk, autót vezetünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, egyszer csak információk bukkanak föl ugye, a tudatalattinkból, új megértési szintünk támad, és a pszichológusok találóan ezért ezt úgy nevezik, hogy aha, élmény, mert ilyen érzésünk támad, hogy aha, most miért, értettem. Miért nem harapnak rá idézőjelesen, kérdezem, például egyetemeken, hivatalos módszertani oktatás, tehát hogy az oktatás módszertani részének a bevezetésénél. Tipikus kérdés. A villámolvasáson kívül sok más jó módszer létezik. Ugye talán általában fölmerül az agykontroll is, mint előzmény, és ez rögtön megint megosztja az embereket. Ez is egy az agykontrollos tanulási módszer is pontosan ugyanerre épül, ahogy a Lozanov módszer is, a villámolvasás módszer is, minden jó működő tanulás módszer arra épít, hogy hogyan lehet nagyobb agyterületeket aktiválni. És igazából az évtizedek, vagy nem tudok időt mondani, mióta megkövesült szokásaink, amiben beleszületünk tulajdonképpen, és beleszokunk, és az iskolába fölállítjuk magunknak azokat a korlátokat, amik között utána élünk. Az igazság az, hogy az agyunk sokkal, de sokkal több mindenre képes, mint amit a hétköznapokban gondolunk magunkról. Tehát ezt is mondják, hogy nagyon kevés százalékát használjuk. Hát ugye igen, régen kettőt mondtunk, Einsteinről tizet, most az újabb kutatások azt mondják, csak egy az a kettő, de inkább kettőt szeretek mondani, mert ez már mégiscsak 100%-kal több. Tehát ezt próbáljuk meg egy picit. Milyenek a visszajelzések, hogyha jól olvastam, akkor 2007 óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Régebben. Még régebről. Milyenek a visszajelzések szerint? Nagyon sok diák, vagy úgynevezett tanítvány kikerült az önök kezéből. Kettőnapos tanfolyam arra elég, hogyha oda jön valaki úgy, hogy soha életében nem hallott a módszerről, és a második nap végére nincs más dolga, hazamegy és csinálja. Ott mindent ehhez kézbe kap. Ha használják, aki használja, végtelen rugalmasan lehet módszert használni, kompletten és részeit is, mikor éppen az embernek mi a célja, ez egy fontos kitétel. Hát a tapasztalataink szerint egyetemisták részéről visszajött tapasztalat, hogy körülbelül hetedére tudják, negyedére, felére, hetedére, a hetedre a legjobb csökkenteni a tanulásra fordított időt, energiát. Föl is kapják sokan, amikor hosszú oldalakat és 400-500 oldalakat kell nekem bevágnom egyik napról a másikra, akkor ez a módszer segít. Minden hétvégén tanfolyamot tartunk Magyarországon, kivéve a karácsony hétvégén, még húsvétkor is lesz most. Jó, engedje meg, hogy szkeptikus legyek, vagy ennél is szkeptikusabb legyek, és ugye itt a mondottakból kihámoztam azt, hogy itt egy bizonyos az agyamnak a kontrollálását kell én megtanuljam, ergo agykontrollról is beszélünk? Nem függ össze a két módszer. Az egyetlen közös gondolat, ami összeköti pontosan ez, hogy hogyan lehet nagyobb agyterületeket használni, kihasználni ezek teljesítményét, de teljesen más módszer a Silva módszer, az agykontroll módszer, teljesen más módszer a Paul Schilly-féle villámolvasás, és hát létezik más többféle jó módszer, ami szintén ugyanilyen hatásokat tud elérni. Uh-huh. Könyvekkel is érkezett, mutassuk azt is meg a kamerának. Én agykontrollt oktatok gyerekeknek, és ezért aztán ilyen módon Magyarországon összefonódott ez a két dolog, de nem feltétel egyik a másiknak. Uh-huh. Tehát, hogy akit tovább is érdekel ez a téma, az a Villámolvasás című könyvet keresheti, gondolom. Ez az alapkönyv, ebben minden benne van az extrákkal együtt, ami a módszerről tudható. Tanulható módszer egyedül is, hosszadalmas és nagy kitartást igényel, a kettőnapos tanfolyam pedig hát, mivel
csoportos oktató lehet kérdezni, ott hip-hop minden helyére kerül, és az ember tudja. Mennyire kell nekem hinni ebben a dologban? Tehát én, hogyha egyetemistaként bevállalom és elmegyek az ön kurzusára, akkor én úgy kell oda menjek, mint a hát, különböző ilyen alternatív pszichológus vagy pszichológiai dologhoz viszonyulva, hinnem kell benne, vagy sem? A hitrendszerünk alapvetően meghatároz minden természetesen, de hogyha annyi nyitottságot tud az ember magából előhalászni, vagy megelőlegezni, hogy oda jön a tanfolyamra, ott már az az én dolgom lesz, hogy megtapasztaljon dolgokat ott a két nap alatt, és onnantól kezdve tényleg csak használni kell. Még van egy másik könyv, a villámolvasás a gyakorlatban című könyv. Ez egy frissebb könyv, egy Lantos Mihály tanítványom tulajdonképpen, de annyira ügyes, hogy ő már tanítja is a módszert, és írt egy gyakorlati kézikönyv, egy gyakorlati, ez egy friss könyv, most jelent meg két hónappal ezelőtt, ezért is hoztam el. És mit ír benne gyakorlatilag? Tehát, hogy a gyakorlatban hát hogyan működik? A tanítás során leszült tapasztalatait gyűjtötte itt össze. Tehát azok számára külön, mindenki számára érdekes, mert olvasták már olyanok is, és kapta visszajelzést, akik nem jártak tanfolyamon. Számukra is érdekes, de ha tanfolyamot végzett az ember, akkor meg külön otthon egy kis ismétlésnek, meg jó ötleteket lehet még belekapni. Uh-huh. Mikor van a kolozsvári tanfolyam, és hol lehet róla bővebb információt találni? Kolozsvári Magyar Diák Szervezet karrier irodája szervezésében indul majd jövő hét végén, 22-23-án, ott is lehet jelentkezni, és Marosvásárhelyen is lesz április 5-én. Először Erdélyben? Hát igen, volt, ezt megelőzte egy egyhetes, majdnem egy négy napos előadás sorozat decemberben, és Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvárat voltak előadások. Az az igazság, ez egy kicsit személyes ügyem is nekem. Évek óta én szerettem volna jönni, és úgy gondoltam, hogy a határainkon kívül élő magyar embereknek is joguk van hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. Úgyhogy hát ezért is van az, hogy talán furcsa bizonyos embereknek, hogy 800 kilométert kocsikázok egy rövid kis tévériportért, de ez hozzátartozik. Én azt szeretném, hogyha itt megismernék ezt, és lehetne tanulni, lennének tanfolyamok. Hát bízunk benne, hogy minél több egyetemista lesz, aki ezt a módszert el fogja sajátítani, és haszonnal fogja majd ugye hasznosítani is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. Nagy Benedek nevét Erdély szerte ismerik azok, akik figyelemmel követik a kisebbségi jogokért folytatott küzdelmeket. Van, aki 56-os harcosként és meghurcoltként, van, aki György Fonár beperelőjeként, és van, aki rendhagyó képviselői munkájáért ismeri, tiszteli, legalábbis ezt jelzi az a valós érdeklődés, amit a napokban megejtett könyvbemutatója során lehetett tapasztalni. Nagy érdeklődésnek örvendett Kolozsváron Nagy Benedek Erdély Kötéltánc című önéletrajzi fogantatású kötetének bemutatója. A szerző az erdélyi magyar közösség jogaiért számos harcot konokul megvívó, sőt magánháborút is viselő színes közéleti személyiség. Méltatója Sarány István közíró találóan jegyezte meg róla, hogy krónikásnak tekinti, nevezetesen az elmúlt 60 esztendő rendkívül elkötelezett krónikásának. A bemutatott könyvben több arca is felfénylik a szerzőnek. Az 1956-os letartóztatás majd börtönévek, a vándorlások és konfliktusok, a magyar közösség nevében vívott, sokak által kilátástalannak vélt, immár mítoszköntösbe öltöztettetett csaták. Mivel önmaga is konfrontációs alkatnak nevezi meg magát a könyvben, ebből indult ki a bemutató után készült rövid beszélgetésünk. Alkatkérdés, temperamentum kérdése, hogy tényleg ilyen konfrontatív, verekedős alkat volt a világ életemben. Rendszerint megvertek, és rendszerint talpra álltam utána. Talán ez juttatott a börtönbe is, és utána is voltak bizony konfliktusaim, 89 után is. Van, aki emlékszik rá, van, aki nem hiszi, már majdnem 20 esztendeje. Volt egy nagyon kemény elvi összeütközésem Tőkés Lászlóval is, akit ugyanakkor nagyon becsülök, itt volt a nővére, dedikáltam kötetet Gergely Erzsinek, itt volt Gergely Balázs, akit nagyon szeretek, és nagyon jól együttműködnek a lányommal, az alpolgármesternővel, Gergely Balázs, ugye végre megvalósították azt, amit Erdélyben sehol se, hogy az MNP és az RMDSZ jól együttműködik, és megcsinálták tavaly a kolozsvári városnapokat úgy, ahogy senki sehol ebben a városban, a frontvárosban, ahol bizony az előtt 10 évvel még magyarul az utcán sem nagyon mertek az emberek megszólalni.
Nem hiszem, hogy éltetne valakit a konfliktus helyzet, megvisel, elfáraszt, kimerít, szegény anyám volt ilyen. Ő volt a hajdukapitány Nagy Andrásnak az utolsó leszármazottja, édesanyám. Apám a csíki, a csendes, meg inkább meg az élet érdekében megalkuvó, de ugyanakkor nagyon kemény ember volt, aki azt mondta, hogy feleslegesen ne vigye az ember a bőrét vásárra. Ki tette önre a legmélyebb benyomást a börtönévek alatt? Hát sokan. Pál Lajos, korondi költő festőművész, mindenképpen a nagy triász. Vencel József, Hajdú Leander atya volt csíksomlyói Ferences rendház főnök, és Erős Lajos. 80-ban, amikor Márton püspök meghalt, az a román kormány, a román kultusz azt mondta, hogy bárki jöhet, de Erős Lajos nem. Márton Áron nyomába. Úgy féltek tőle. Báthori Gábor kapcsán ugye Nagy András is szóba jött. Nagy András ugye a nagy családnak egy felmenője volt. Ki a kedvenc fejedelme? Bethlen Gábor. Nem Báthori Gábor. Báthori Gábor egy tehetséges, őrült, egy nagy mulatozó, féktelen ember volt. Az ilyenek pusztulásba visznek egy közösséget. Az építkező ember az Bethlen volt, aki egyszerre írta a leveleit Sztambulba, Portára és Bécsnek, és azt mondtam egyszer Markó Bélának, Béla, olvasd el tükörbe Bethlen Gábor leveleit, dátum szerint, amit írt a Portának és Bécsnek. Münchhausen báró gyenge kezdő volt, ahogy etette mind a kettőt, azért, hogy a közön, a kicsi Erdély valahogy megmaradhasson. Kinek íródott ez a könyv? Gyermekeim, unokáimnak, de az egész közösségnek valahol. Hogy, amit tudtam magam részéről, a magam gyengeségével, a magam hibáival, próbáltam megtenni. Gyermekeimnek, unokáimnak, de az egész közösségnek, ha érdeklődésre tart számot. Megkönnyebbülés volt-e ennek az emlékiratnak a megírása? Igen. De szeretném, ha még volna néhány évem, hogy azokat a harcos éveket, amik 90-ben következtek Bukarestben, pontosan a román-magyar együttélés és végsősoron kibékülés irányában, hogy meg tudjam írni azokat az éveket is még, ezzel is tartozom. És tartozom az erdélyi magyar jelenkori historiográfiának, memorialisztikának, hogy valahogy egy kötetre valóval kész vagyok, de mindössze 350 oldalba 2 évet és 2 hónapot tudtam megírni. Olyan kemény jegyzeteim vannak, amit fel kell dolgozni. Az emlékiratok szerzőitől mindig meg szoktam kérdezni, hogy megbocsátottak-e azoknak az embereknek, akik börtönbe juttatták őket? Március 9 a politikai üldözöttek és áldozatok emléknapja. Nevén szólítottam először 24 év után azokat, akik párt és szekuritátésokat, akiket ismertem, románokat, magyarokat, és aztán miért nem követitek meg a közösséget? Miért nem mondjátok el, hogy mit tudtok a védelmetekre felhozni? Miért hallgattok? A cinizmus, ma is takargatjátok a hibákat. Ha úgy érzitek, hogy nem vagytok hibások, azt is mondjátok el. De szólaljatok meg végre, azt mondtam, neveket soroltam fel hosszú sorba, és mindenki le volt döbbenve, hogy... És azt kérdezte valaki, hogy miért került erre 24 év után csak sor, hogy nevekbe beszéljünk. De ez a mi gyengeségünk is. Megbocsátott azoknak az embereknek? Nem tudom. Nagy Benedek habitusa sokak számára nem csak lenyűgöző, de példaértékű is. Az önéletírás sok esetben kalandos történetfonalai között sajátos megérzéssel tudja a szerző elrejteni üzeneteit, sorok közé rejtett időkapszuláit. Íme egy idézet a kötetből. Ha emigrálás helyett minden kolozsvári magyar megvívta volna a maga kisebb-nagyobb háborúját az őseitől neki járó Jussért, akkor ma nem hiányozna egy magyar fő sem abból a bizonyos 20%-ból. Nagy Benedek bemutatott kötete valóságos hordozója a megtartó üzeneteknek.
Kedves nézőink, a következő beszélgetés apropóját Kustán Magyari Attila Hazaárulók és Hazafiak című írása adja. Ez az írás 2014. január 10-én jelent meg a maszol.ron internetes forrás tehát. Hazaárulók és Hazafiak, erről jobbkor nem is lehetne beszélni, mint március 15-e előtt, két nappal. Szeretettel köszöntöm meghívottaimat, magát Kustán Magyari Attila újságírót és Hunyadi Attila történészt. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Tehát Hazaárulók és Hazafiak március 15-e kontextusában. Attila, téged kérdezlek először, hogy miért, honnan jött az ihlet, miért ez az írás? Nem volt szikrája ennek az írásnak, nagyon lassan összegyűltek azok a különböző történések, amik miatt úgy éreztem, hogy meg kell írnom azt, hogy nagyon sokan hazaárulóznak, és igazából nincs okuk rá, és nagyon sokan tartják magukat hazafiaknak, holott nem kellene. Jól érzem én azt, és most már elég hosszú ideje érzem azt, hogy vagyunk itt Erdélyben, és hát nem csak magyarok, vagyunk magyarabbak, még magyarabbak, tehát hogy kezdünk ilyen a magyarok kategóriákra oszlani. Sőt, hogyha Magyarországról nézzük, akkor valószínűleg, hogy az alap magyar a magyarországi, a magyarabb az erdélyi és a legmagyarabb a székelyföldi, de nem vagyok biztos abban, hogy ez igaz. Ez egy érdekes kategorizálás, hagyjuk a történészt is egy picit ebbe beleszólni. Hogy látod? Hogy látja? Mi a magyar címmel több kötet jelent meg a 20. században, ahol Szegfüth Gyula szerkesztésében, vagy legutóbb Gerő András szerkesztésében társadalomtörténészek, irodalmárok vizsgálták ezt a kérdést, Német Lászlóék, kortársai is mély magyarról és híg magyarról vitatkoztak, mindez az első világháború által okozott megpróbáltatás, vagy nevezzük bárminek, akár tragédiának is, vagy felszabdaltatásnak az eredménye volt. És hát szerintem sokkal kézzelfoghatóbb kategóriák a szociológia által is bevett kategóriák, ugye a társadalomtudományokban szorvány magyarság, tömb magyarság, ugyanis ezek objektív kategóriák, míg ezek ilyen költői epitetumok talán. Itt ugye fölteszi Attila a költői kérdést a cikk első bekezdésében. Kik a hazaárulók tehát, és mit akarnak? Most ne arra válaszoljál, hogy mit akarnak, hanem kik a hazaárulók? Ezt én mondjam meg, hogy kik a hazaárulók. Nem, találtál, föltetted ezt a kérdést, találtál választ a kérdésedre a cikk megírása közben? Megírása közben nem, de hogyha nagyon muszáj volna, akkor tudnám mondani, hogy kik azok, csak én nem akarok belemenni abba, tehát nyilván én nem fogok hazaárulózni. De azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik viszont kontraproduktívak. Hogyha a Marosvásárhelyi hétfőre gondolunk, akkor... Igen, a Székely Szabadság napján. Akkor valószínűleg, igen, hogy voltak ott, akik én elhiszem, hogy a legnagyobb jó indulattal, de nagyon nem tettek jót az ügynek. Értem, jót tesznek amúgy a nagyon nagy hazafiak bármiféle ügynek, vegyük 48-as forradalomtól kezdve napjainkig? Bizonyára, hogy a szándékok, sőt, már a szándék stádiumában is, tehát rügyében is meg lehet különböztetni a pozitív és konstruktív szándékokat, mint ahogy a hazafiságot is, amint a Petőfi vers, a Talpra magyar, Hia haza is, inkább hazafiságról beszél, sem mint egy reaktív nacionalizmusról. Tehát a nacionalizmus elmélet éles határt tud vonni hazafiság, nemzetépítés, nacionalizmus, valamint a nacionalizmuson belül is pozitív nemzetiesítő nacionalizmus, valamint reaktív és az általad említett dihotomiában ellenségképet kereső és ellenségképet állandóan konstruáló és fenntartó, mediatizáló nacionalizmus között. Ugye, hogyha megfogalmazását vagy definícióját akarnánk adni a hazafiság vagy a nacionalista szavaknak, akkor azt mondhatnánk, hogy a hazafiság a jogok érvényesítéséért harcol, a nacionalizmus pedig jogokat sért, vagy a túlzott nacionalizmus, egyetértetek ezzel vagy sem. Én ezt saját nyelvemre úgy fordítanám le, hogy addig terjednek az én jogaim, amíg nem sértek vele más jogokat, vagy mások jogait. Hát... hirtelen zavarban vagyok. Valószínűleg, hogy lehet jogokat sérteni úgy, hogy közben azt akarjuk, hogy nekünk jogaink legyenek. Tehát, hogy
Hogyha megnézzük Székelyföldet, nem akarok megint nagyon belemenni abba, de minthogyha azért ott sértenének jogokat, például ahogy a romákkal bánnak, vagy ahogy a hajléktalanokkal bánnak, én erről írtam. Hogy egyszer, vagy egyszerűen a Székely Szabadság napján azért megjelentek ott olyan szlogenek, hát, amik a románokra vonatkozóan kitoloncoló mottók voltak. Csak minthogyha a székelyföldi magyar kisebbség, hát a székely kisebbség nem, de többségként nem viselkedne mindig toleránsan az ő kisebbségével szemben, és ez nagyon jó lecke volna, hogy tanuljanak meg ők is a kisebbségeikkel nagyon korrektül bánni, és akkor talán ez működne a román részről is. Értem, történés szempontjából ez hogyan néz ki? Amint a szervezők el is határolódtak a szélsőségektől, mindig is voltak szélsőségek, ugyanakkor sem időben, sem térben nem lehet elszigetelten felfogni, tehát a székelységnek is vannak vélt vagy valós sérelmei, több évtizedesek vagy több évszázadosok. Visszamehetünk a Székely támad, Székely bánya időszakig, tehát a 16. századi a fejedelemmel szembeni harcaikig, és az adómentességükért, az autonómiájukért való harcok és hagyományig. Ám ha csak a 19.-20. század viszonylatában maradunk, a nacionalista program az a modern államoknak elsősorban francia mintából átvett tulajdonképpen nemzetiesítő és államépítő programja volt, amely ismétlem a nacionalizmus elmélet szerint lehet konstruktív is, tehát államépítő, és nem kirekesztő ellenségképre appelláló. Ám a kettő dihotomikusan, óhatatlanul együtt jár, mint árnyékával a tárgy. Ha pedig a 1848-ra tekintünk vissza most március 15-e apropóján, akkor a szabadság, egyenlőség, testvériség a franciáktól átvett jelszavak közül talán a negyedik, a törvényesség jellemzi leginkább a forradalmat, ugyanis alig egy hónapra rá a császár király szentesítette a 12 pontba is foglalt reformkori törekvéseket, tehát a mai szempontból is abszolút alkotmányos intézményekkel, törvényekkel valósították meg mindazt, amit a reformkorban célul tűztek ki. És meg is valósult a szabadság, hogy csak egy példát mondjak, a cenzúra eltörlése, ha szociális téren gondolkodunk, akkor etnikumtól függetlenül minden jobbágy felszabadítása, és ideértve a román jobbágyságot, a szerb jobbágyságot, vagy a szlovák anyanyelvű jobbágyságot is, és ebből a szempontból akár a testvériség és az egyenlőséget is megvalósulni mondhatjuk, hiszen a jog szempontjából alkotmányos keretek közé emelték a legalsóbb rétegeket is, választójoggal ruházták fel, de az akkori mérce szerint, mint Angliában is, meg máshol is, a polgári társadalomnak megfelelően az adó fizetés mértékében, de is a törvényesség szempontjából megvalósult individuális szinten az egyenlőség. Én azért itt rákérdeznék, elnézést kérek, rákérdeznék arra, hogy vajon tényleg megvalósult a testvériség, egyenlőség címszó. Tehát most így a 21. század 2014-es évében, amikor azért kemény rasszista megnyilvánulásokat láthatunk, nem csak Erdélyben, Európa szerte vagy világszerte, amikor cigányozunk folyton folytvást, amikor magyarabbak vagyunk a magyarnál. Tehát, hogy hol van itt a testvériség? Nem szóval arról, hogy nem csak etnikai kérdések vannak itt, hanem amit az előbb félig meddig mondtam, a hajléktalanokat például általában a nemzettestől idegennek tartják, vagy mint hát, gondolva a budapesti törvénykezésre, ahol a hajléktalanokat büntetik pénzzel, pénzbírsággal sújtják őket, hogyha az utcán alszanak, illetve amit én akartam mondani, hogy Szentgyörgyön például a szemeteseket elzárják, hogy a hulladékot nehogy már ott szétszórják a szemetet ezek a csúnya hajléktalanok, hogy nem mondjak csúnyábbat.
Ezek is kirekesztő magatartásuk, és itt a testvériség, meg az egyenlőség, ezek nagyon támogatják. Igen, igen, nagyon érdekes ebből a szempontból is vizsgálni, hogy tényleg megvalósultak-e ezek a dolgok. És egy másik nagyon érdekes kérdés az, hogy kategorizálunk és jelzőkkel illetünk. Például abban az esetben, hogyha valaki román szimpatizáns, hiszen problémáink vannak még mindig, ugye magyaroknak románokkal, románoknak magyarokkal, nem szabad semmit szőnyeg alá söpörni. Rögtön jelzőkkel illetünk valakit, aki román szimpatizáns, azt mondjuk rá, hogy nemzetáruló. Hogy van ez? Amellett, hogy létezik egy reaktív nacionalizmus is, és ezt szembehezném a konstruktív és a interaktív, tehát a saját közössége megszervezését célul kitűző nemzetépítő programmal ellentételezve, hát létezik egy defenzív nacionalizmus is, tehát hogy vélt vagy valós ellenségektől védekeznek bizonyos csoportok. Én úgy gondolom, hogy ez ellen a legjobb, ha csak a belső magyar-magyar körben gondolkodunk, akkor arra fókuszolni, hogy a saját közösségünk céljait megfogalmazni minél konstruktívabb módon, és nem csak retorikai szinten, hanem gyakorlati szinten is megszervezni, összekapcsolni ezeket a szervezeteket, ugyanakkor elhatárolni, kiküszöbölni a szélsőségeket, elhatárolódni. Nagyon érdekes kérdés az is, konkrétumban fogalmazva meg a dolgot, hogy ugye Székelyföldön román nyelv oktatása, mint tudjuk, a módszer maga nem a legjobb és nem a leghelyesebb, hiszen nagy eredményt eddig nem tudtak vele elérni, ez is mutatja, hogy nem a leghelyesebb. Megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy nem lenne jobb egy olyan viszonyulás, hogy megismerni egymást, megismerni a körülöttünk élő népek kultúráját, ilyen szinten vezetni be akár a székelyföldi magyar diákot is a román ismeretbe, a zsidó ismeretbe, a roma ismeretbe, és talán ekkor majd az elfogadás könnyebben jönne. Természetesen ez így van, abszolút egyetértek vele. Ugyanakkor nem ártana, hogyha időnként találkoznának is egymással ezek a különböző felek. Én Szentgyörgyi vagyok, és hát azért is hoztam korábban szentgyörgyi példákat. Én nagyon jól látom azt, hogy mennyire külön él a két közösség, és hát ez szörnyű, de ugyanez van Kolozsváron is. Kolozsvári szociológus mesélte nekem, hogy ő a szakmában a román kollégákkal azért nem különösebben beszél, mert hát még ő sem igazán ismeri a nyelvet annyira, hogy lazán, szabadon, frusztrációk nélkül szóba álljon velük. Tehát ezt, és tényleg ott kellene kezdeni ezt az iskolában, úgyhogy én egyetértek. Ha viszont Brassóból, Szebenből vagy Segesvárról, ugye most lesznek a szebeni magyar filmnapok. Igen. Ott el lehet mondani, hogy mivel nem határvárosok, tehát már nincs tétje az etnikai harcnak, mintha felszabadultabbak lennének mindhárom oldalról, tehát a szászok, a románok és a magyarok is. Mert hogy jobban ismerik egymást. Arról nem is beszélve, hogy szász iskolába jár közösen, németül tanul magyar és román gyerek, meg a szülők is találkoznak. Tehát úgy látom, hogy bizonyos szakmai körökben lazaság van. A frontvárosokban, mint Vásárhelyen, Kolozsváron még mindig folyik egy szimbolikus harc. Ezt lehet látni a köztereken, sajnos ennek csúnya hagyományai is vannak, máig tapasztalható hagyományai, egészen a repülőterek elnevezéséig, mindennek van egy etnikai éle. És akkor ezek után persze, hogy fellép mindkét részről a reakció és a defenzív hozzáállás. Én úgy gondolom, hogy amennyiben védekezünk, akkor is szellemi szinten, és valahogy párbeszédet gerjesztve lehetne, mind más etnikumokkal, mind más nyelvű elitekkel a párbeszédet hát valahogy intézményesíteni. Igen, úgy gondolom, hogy itt a kulcs szó maga a párbeszéd. Kustán Magyari Attilától kérdezném azt, és rövid választ kérek, hogy az a bizonyos hazafiak, amit két FY-nal fogalmaztál meg itt a cikk címében, kik ők, és egyáltalán hogyan kellene nekik megnyilvánulniuk ma 2014-ben nemzeti ünnepünk előtt? Nem tudom, hogy a kérdés kikről szól, a hazafiakról, akikről Adi is beszélt, és akinek a cikk végén egy idézetét bemásoltam, ő ott 4F-fel írja ráadásul, ő sokkal nagyobb hazafiakról beszélt. Azok a nem igazi hazafiak, hát róluk beszéltünk mostanáig, illetve időnként. Az igazi hazafiak azok pedig, ami itt elhangzott a párbeszéd jegyében kellene megnyilvánuljanak, és hát az oktatás volna az egyik fontos. És a szélsőségeket azért próbáljuk meg kiküszöbölni. A történésztől meg azt kérdezem utolsó kérdésként, és szintén rövid választ várok rá, hogy milyen március 15-ét kíván most?
Hát egy ünnepélyeset. Tehát legyen egy ünnep, és arra gondolok, hogy ne csak iskolákban ünnepeljünk, de a múzeumokban is lehet ünnepelni, a köztereken is, de békésen és, hogy mondjam, bölcsen. Maradjunk ennél jobb végszót nem is találhattunk volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a meghívást. Szombaton március 15-én Erdély szerte megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatairól. A következő percekben mi a kolozsvári központi ünnepség programját mutatjuk. A március 15-i kolozsvári megemlékezés programja. 10 órától gyülekezés a Protestáns Teológiai Intézet előtt. 11 órától felvonulás a Szent Mihály templom irányába. 12 órától ünnepi ökumenikus istentisztelet a Szent Mihály templomban. 13 óra 30 perctől felvonulás az egykori Biazini szállóhoz, Szent Mihály templom, Egyetem utca, Biazini szálló útvonalon. 14 órától ünnepi műsor a 48-as hősök emlékére, közméltóságok felszólalásával, majd az emlékezés koszorúinak elhelyezése. 18 órától fáklyás megemlékezés Mátyás király szülőháza előtt. A szervezők békés, méltóság teljes emlékezésre hívják a kolozsvári magyarokat, és mindazokat, akik a testvériség jegyében velünk együtt hajtanának fejet, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Gondolatok a régiekről Gyimes című produkcióját mutattak be tegnap este az Ördög térdje néptánc együttes a kolozsvári Diákművelődési Házban, rendező koreográfus Sára Ferenc. Adásunk végén ebből az előadásból közvetítünk egy részletet. Én búcsúzom mára önöktől, nézzenek minket holnap is délután 4 órakor, akkor Spitzer Judit kolléganőm várja önöket. A viszontlátásra minden jót!